Az év elején két miskolci postahivatal nyitott újra, miután az önkormányzat és a Magyar Posta megállapodott. Erről tartott sajtótájékoztatót a város polgármestere és a terület önkormányzati képviselője. Ahogy arról korábban beszámoltunk, tavaly novemberben 9 posta zárt be Miskolcon takarékosságra hivatkozva. Most azzal a feltétellel nyithatott újra két hivatal, hogy a város beszáll a működési költségekbe. Ez mintegy 30 millió forint kiadást jelent erre az évre. Másfél hónap után újra nyitva a Szirmai Posta. Ez az egyik a 9 miskolci hivatal közül, amit novemberben bezártak. A város és a vállalat hosszas egyeztetése után a Miskolctapolcai Postával együtt nyithatott újra hétfőn. Nagyon örülünk neki. Ez Szirmán posta nélkül meg voltak az emberek lőve. Be kellett menni a városba, Avasra, belvárosba, többi postát túlterhelték. Nagy felháborodást keltett tavaly évvégén a posta döntése, miszerint országszerte 210 településen 360 postát zár be a takarékosabb működés miatt. Miskolcon egész városrészek maradtak hivatal nélkül, köztük a Selyemrét, ahol a Tiszai pályaudvar mellett lévő postára sok vidéki és idős ember is járt. A vidékiek azok munkával jött, itt fizetik be a csekküket. Ja, hát ez így van. Én is ide járok, meg hát a lakosság több része már nyugdíjas. És hát nem, mint a jövő belvárosban megy, vagy itt megtalálja. Mert a környéken már nincsen, csak az a Somba posta. A velünk a város frakció képviselői is felháborodásukat fejezték ki a bezárás napján. Tiltakozásuk jeléül minden bezárt postánál megjelentek, hogy egységes feliratot függesszenek ki. A város polgármestere azonnal egyeztetésbe kezdett az illetékesekkel, így januárban úgy nyithatott újra a két miskolci hivatal, hogy a város átvállalta a működési költségek jó részét. Ez nagyságrendileg 30 millió forint lesz az idén, amivel meg kell támogatnunk ennek a postának a működését. De természetesen azt gondoljuk, hogy nem tehetünk le arról a feladatunkról, hogy a további posták közül is meg legalább egyet-kettőt vissza tudjunk nyitni. Olyan hivatalokra esett a választás, ahol jellemzően nagy a forgalom, de az is cél volt, hogy minden városrészben legyen legalább egy működő posta. A sajtótájékoztatón elhangzott, nehéz volt a döntés Szirma és Martinkert város között, végül az előbbire esett a választás. Sokkal könnyebb a megközelíthetősége is, ahogy azt polgármester úr is elmondta. Más részről, ugye ez egy postafiókos posta volt, ahol az ipari parkok, a helyi vállalkozók arra használták, hogy itt a leveleiket tartsák és felvehessék, ami nagyon nagy nehézség volt, hogy ezután majd ezt hol tehetik meg, vagy a szerződéseiket hogyan módosítja a posta. A posta közlése szerint a bezárások csak átmenetiek, így a város vezetői azt remélik, tavasztól minden korábban működő hivatal újra nyit Miskolcon.